2022-től béreljük, férjem és én is mind a ketten békek vagyunk. Azzal a céllal vettük ki ezt az üzemet, illetve üzemeltetjük, hogy egy régi technológiát próbáljunk újjáéleszteni azzal a kemencével, amivel igen régen nem dolgoznak már a pékselyekben, illetve újra most került rá sor, hogy több üzemben is található ilyen samottéglás kemence. Mindig rá kell nyitni és meg kell nézni, hogy milyen a színe az árnak, mert ez nem időkapcsolós, hogy beállítom az időt és akkor csörög a kemence. Ebben a kemencében mi nem használunk semmiféle adalékanyagot, illetve tartósítószert dagasztáshoz, amihez lehet kalácshoz, illetve leveles termékekhez tojást és tejet használunk. Mind a kettőt termelőktől szerezzük be. A kenyereink kovászos technológiával készülnek, melyet szintén mi készítünk 12-16 órás kovásszal. A réteseinket, melyeket húzott házi rétesként készítünk, többféle ízben is, jelenleg túrós, megyes, almás és mákos ízben, kézzel húzzuk, kézzel gyártunk, amit csak lehet, kézzel készítünk, minimális géppalkák rendelkezésünkre. Kis üzem vagyunk, nem nagy mennyiségben gyártunk, hanem megpróbálunk kis mennyiségben, kevés vevőkörrel, 80%-ban a boltra, a saját üzletünkre koncentrálni. A sperét meg lehet nézni, ott van az alma, ott van a krumpli, minden természetes alapanyagból, amit csak nyelő tudunk állítani, abból van. Így fűtjük a kemencét. Imádom ezt a kemencét. Az egész szakmát.